1974-ben vettük meg ezt a házat a feleségemmel együtt, és eredetileg nyaralónak szántuk. De aztán az évek alatt ráéreztünk a falu ízére, ez akkor még egy élő parasztfalu volt. Igaz, hogy megkezdődött a romlás, a falu fejlesztési koncepciónak nevezett magyar falu rombolás, és megindult először a fiatalok, aztán az egész falu elköltözése. Ma itt, aki földet művel vagy állatot tart, az mind városi betelepült. Most, hogy ennyi művész, 16 művész él ma a faluban, és alkot. Ez véletlenül alakult. Nyilván egyik ember vonza a másikat, és a falu különlegessége az, hogy a magára hagyott régi házakat nem lebontották, hanem olyan emberek vették meg, akik beleszerettek ebbe a népi építészetbe, és igyekeztek eredeti állapotában megőrizni. És hát ahogy nőtt az ilyen embereknek a száma, új házak is épültek hagyományos stílusban. Itt lehet látni 2001-es, 2002-es dátumokat a homlokzaton, az akkor épült vadonatúj ház, de kőből, hagyományos anyagokból, hagyományos stílusban. Nekem a fő témám az itteni táj, nem annyira a tó, hanem éppen a Balaton felvidék, a szőlőhegyek, ezek a présházak. Tehát engem érdekes, hogy egy görögországi utazáson döbbentem rá, hogy itt a Mediterráneumban vagyunk. Én onnan villámgyorsan hazajöttem, és azt mondtam, hogy mit keresek én a görög szigeteken? Hát Salföld. Itt is meszelt falak, puha oszlopok, kőfalak, beérik a füge, csodálatos bor van, jobb, mint Görögországban. Az ötletet egy erdélyi kihelyezett ülés adta tavaly, ahol az erdélyi művész kollégák elvittek minket az ő falvaik, szülőfalujukba, és egy olyan összetett élményt adtak nekünk, kulturális élményt, amire azt gondoltam magamban, hát Salföld is tudja ezt. Ugye ez a különlegesség, hogy itt 50 állandó lakos van, de 3 akadémikus él itt egész évben, tehát nem nyaraló, de a Káli-medencében még további, a szomszédfalvakban még 3 akadémikus lakik, és úgy gondoltuk, hogy ez a falu egyrészt méltó vendéglátója lehet az akadémia kihelyezett ülésének, másrészt valamit tudunk is talán nyújtani. De ez a falu 2 hónapja ennek a lázában ég. Erre készülnek. A polgármester és az önkormányzat újjáépítette a faluházat. Most lesz az avatása. Felpadlózták, profi kiállító teret hoztak létre. És ez a falu kis közösségét összerántotta. Tehát egy kicsit a mi érdekünk is volt, hogy ez itt történjen. Vidák István és Nagy Mari, a Nemeznek mondhatnám a világ legnagyobb tudósai és művészei, ők kérték, hogy itt a mi pajtánkban tarthassanak kiállítást, és mindig azt mondják, hogy hát ennél szebb kiállító tér, mint ez az udvar, és ez a pajta nem is lehetne találni. És hál' Istennek szép az idő, tehát így is van. Tehát így gyönyörű nemezek láthatók. Ők fognak majd erről beszélni. Azt én fontosnak érzem, fontos üzenetnek, hogy a kultúra nem csak a nagyvárosokban pezseg. Itt van egy ilyen pici falu, mondhatnám Isten háta mögött, a legtöbb ember hírét se hallotta, és azért valamit a kultúrához mi is hozzá tudunk tenni. És igaz, hogy ma már a lakosság kicserélődött, sok a betelepült, de ami itt szépséges, mind az itteni őslakos parasztok, a salföldiek hozták létre. Én magamtól ilyen kőfalakat, ilyen meszelt oszlopokat, ilyen udvarbeosztást nem tudtam volna kitalálni. Szóval olyan mélységes, mély, csodálatos kultúra van itt, még pusztulásában is, amit érdemes megőrizni. A 80-as évek közepén kerültem ide, és ugye úgy tudtuk mondani, hogy itt voltak már ősbebírók, ugye, aki nem más volt, mint Somogyi Győző, Korényi Dalma, Raffai Béla,
ők a 70-es évek közepén kerültek ide, és hát én pedig a 80-as évek elején, közepén találtam meg ezt az ékszerdoboz kis falut, és hát azóta is kötődöm. Tehát ez most pont 30 év, amióta végül is ez a végleges kapcsolat fent áll. Az akadémiai napok ötlete, az Vidák István akadémikus társam ötlete volt. Ő kezdte ezt szervezni, hát az közismert, hogy a faluban három akadémikus él, a Kovács István, Somu Győző és én. Ugyanakkor a Káli medencébe pedig jóval többen, Sára Sándor, András Feri, Szűcs Endre. Hát valahogy aztán kitágult ez a dolog, ugye nem csak Salföldre fókuszálva, hanem a Káli medence művészei, akik többnyire kötődnek is Salföldhez, és akkor itt kerül sor most erre a elég jelentős eseményre. Két és fél napos rendezvényről van szó. Hát itt különféle művészeti események lesznek, hát talán először kezdeném magával a kiállítási környezetekkel, ugye itt a Pajta Galéria, ugye hát, ami már 23 éve létezik, itt egy kortárs magyar fotográfusoknak a kiállítása van, és van egy emlékkiállítás Gábor Kálmán barátom munkáiból, és a most felújított, gyönyörűen felújított faluházba pedig a salföldi művészek kiállítása látható, ami egy nagyon érdekes hát felmutatása annak a lehetségesnek, hogy egy ilyen 40 főnél alig több faluba hány művész van, és nagyon jelentős művészek, és én azt hiszem, hogy ez a kettő eleve emeli majd ennek az egész programnak a jelentőségét is. Ugyanakkor, amit én ebbe fontosnak tartok, az talán az, hogy azzal, hogy 5-6 művészeti ág, tehát ugye 5 tagozat, ami akik most itt találkozót adnak egymásnak, és én azt hiszem, hogy ezzel úgy a köztestületi tevékenységnek, mint a mindenféle egyéb kommunikációnak egy új minőséget is adhat ez az esemény sor. Állandó salföldi lakos vagyok, és szoros barátság fűz Somogyi Győzőhöz, és Török Lászlóhoz, és mind a hárman az akadémia tagjai vagyunk. És Győző állt elő egyszer azzal, hogy születőben van egy program, mi szerint az akadémiának lenne itt egy kihelyezett ülése, és természetesen részt vennék ebben. Én azt tudtam, hogy ezeket a hónapokat Krakkóban töltöm, de hát erkölcsi és szívbéli kötelességemnek is éreztem, hogy hazajöjjek erre az időszakra, bár tudtam, hogy olyan tevékenyen a szervezésben nem tudok emiatt részt venni. Megnézzük ezt a falut olyan építőművészek vezetésével, akik itt házakat terveztek és házakat hoztak rendbe. A faluban lakik Petrovics László és Kuti Mária házaspár, akik a faluban több házat terveztek. A Káli medence nagy átalakítója Szűcs Endre építész, ő is ebben a faluban több házat tervezett, tehát ők vezetik körbe a vendégeket a faluban. Természetesen fontos, hogy a meghívott vendégek megismerjék a falut, amelyik most már az ország egyik legszebb falujának a hírében áll. Tehát sikerült olyan állapotban megmenteni a falut, ahogy ez a két háború között állt.